Sziasztok, kedves nézők! Nemrég keltem fel, és egy nagy bejelentésem van számotokra, ezt már egyszer felpróbáltam menni telefonnal, de valamiért ilyen kattogó hang volt végig, pedig két jelenet is volt, ami vicces. Ez egyik. Na így jó. Értem. Én nagyban mondom a nagy izéjén bejelentést, ez még itt elkezd róla. Hát ez kész. Gyerekek. Hát én még nem láttam. És ez a másik. A júliusi, mint hogyha augusztus. Kiesik a közömbből, ezt... Ez mi ez a videó? Csávó, míg az ott drónozik, itt... Blogolok nektek, ezt telesik a kezembe. Na de, a lényeg az, hogy augusztus elején, tehát olyan augusztus elején, tehát augusztus 1-je körül fogunk hazamenni. Ez egy olyan dolog, ami már rohadt régóta terve van véve, csak nem kommunikáltam, illetve nem kommunikáltuk ezt ki, mert nem tudtuk, hogy mikor, meg ilyesmi, de most már egyre jobban körvonalazódik, hogy mikor, úgyhogy valószínűleg augusztus 1-én, vagy valamikor 29-én fogunk hazamenni, mind a hárman. És mi már nem jövünk ide vissza. Tehát ez egy olyan döntés volt, így az elmúlt egy-két hónapban döntöttünk úgy, hogy akkor mi legyen. Mert igazából a személyeket is vettük számításba, tehát Castiel nem érzi itt jól magát. Nekem nem nagy szám Amerika. Tehát volt például a mostani Hershey Parkban, amikor voltunk, akkor írták, hogy Castiel hogy nincs ott, hát más az fél kezét levágni, csak azért, hogy Amerikában legyen. Igen, viszont én nem vagyok amerikai mániás, tehát nekem nem az volt az álmom, hogy én mindenáron itt éljek. Szóval én simán itt hagynám. Nem nagyon érzem jól magam, már 3 éve itt vagyok, és tehát az a baj, hogy nekem a videózás a legnagyobb boldogságom, és ezt nem tudom csinálni munka mellett, mert van egy vagy két nap szabad napom. Jó, mondjuk most tényleg őrülten dolgoztunk, hogy meglegyen a pénz, mert hát azért egy új életet kezdeni, egyébként Angliába fogunk menni, ezt is elmondom, hogy miért. Szóval új életet akarunk kezdeni Angliába, és hát átbeszéltük, hogy igazából, ha nem érezzük itt jól magunkat, meg ilyen apróságok, hogy nem is az, hogy nem tudom vinni a YouTube karrieremet, messze vagytok, nem tudok úgy live-ozni, például hazaérek délután 4-kor, nem tudok live-ot csinálni nektek, mert az késő van, meg mindig úgy időzíteni a videókat, hogy nektek jó legyen, meg stb. Szóval közös megegyezés alapján úgy döntöttünk, hogy akkor elmegyünk innen, és egy úgymond azt néztük, hogy Angliába kb. Ugyanez ez a fizetés, picit több a fizetés Angliában, illetve az életszínvonal megvan. Tehát igazából az életszínvonalat nem fogjuk lejjebb adni, amit ugye most megszoktunk, mert igazából kint van bátyám Angliában, és csomó jó dolgokat mondott, és hát igazából felvetettem a többieknek ezt az ötletet, és hát miért ne? Igazából nem érezzük jól magunkat, hiányzik is ugye az interakció veletek, a YouTube-ozásom se úgy megy, ahogy szeretném, én meg azzal szeretnék foglalkozni, mert nyilván nem kéne munka, hogyha meg tudnék élni a videózásból, de mivel nem tudok megélni a videózásból, mert ilyen 60 meg 80 dollárokat kapok kb. Ami persze jó plusz pénz, de ebből nem tudok megélni, ezért muszáj elmenni dolgozni, stb.
És Angliában viszont tudok úgy tervezni, hogy részmunkaidőben dolgozok, mármint nem full time-ba, hanem ilyen part-time-os meló, és mellette videózok, ami teljesen jó lenne, mert meg lenne a kis rezsim, meg stb., és akkor tudnám építeni a YouTube-omat. Máté egyébként dettó ezt szeretné, ő is jobban szeretné kicsit vinni a YouTube-ot. Persze megvan az a varázsa, hogy ugye itt élek kint Amerikában, de amennyi időmet elveszi a munka, ezáltal nem tudok elmenni, nem tudunk pokozni, meg rá is játszik az, hogy nagyon, itt minden nagyon privát terület, vagy hogy mondjam, nagyon magánterület minden, nem lehet csak úgy bemenni egy erdőbe például, mert az erdőbe ki van írva, hogy az állam tulajdona, stb. Már nem úgy mész be, mint otthon, hogy ha ott maradsz estig, akkor ott maradsz estig, senki nem fog szólni. Szóval annyira nincs időm, hogy meg nem nagyon, tehát az emberek olyan furák már. Tehát 3 év alatt már kiismertem őket annyira, hogy Máté csinált róluk videót, hogy nagyon kedvesnek tűnnek az emberek, de olyan megbízhatatlanok. Tehát akár én rengeteg emberrel beszélgettem, meg ilyenek, és nagyon pletyisek. Egymás háta mögött meg nem felelősségteljesek, nem járnak be, ha úgy van, gondolnak egyet, leszarnak mindent, szóval nem nagyon van olyan ember, akivel így barátkoznék, így amerikaiakon belül. Nem mint hogyha ez lehet, hogy változna Angliám, vagy ilyesmi, csak így mondom, hogy ezek az apró dolgok, ezek így már így. Az például, nem tudok ott lenni a Play-t, nem tudok ott lenni semmilyen rendezvényen, ez megbékjózza a csatornámat, és azért tartok most ahol. És én úgy terveztem, hogy ha Angliába ki is megyek, akkor is haza tudjak menni hozzátok. Ugye 1 óra különbség van, most nem tudom, hogy -1 vagy +1 óra. 1 óra különbség van nálatok, tehát bármit csinálok, bármilyen videót tervezek, sokkal könnyebben lehet úgy tervezni, tudnák veletek interaktálni is. Ott van ugye a bátyám, ő segít intézkedni, hogy új életet kezdhessünk, hogy vannak az angliai dolgok. Illetve hogyha part-time-os melót vállalok, akkor ugye tudok foglalkozni, ugye már 4 csatornám van, de tudok foglalkozni a pokkal is, ott rengeteg helyszín van viszont, szóval sokkal több lehetőséget látok Angliába. Sokkal jobban érzem úgy, hogy ez az ideális hely. Magyarországon sajnos nem lehet ezt az életszínvonalat fenntartani. Tehát az, hogy megtehessem azt, hogyha én most úgy gondolom, hogy egy új iPhone-t akarok venni, akkor ezt meg tudjam tenni, ez egy rettentő jó dolog, és nem szeretném ezt feladni. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy akkor még mindig külföldön maradnék, attól függetlenül, hogy közelebb lennék hozzátok. Szóval remélem örültek ennek a bejelentésnek, mert én már nagyon régóta meg szerettem volna ezt osztani veletek, remélem örültök, mert így újra van lehetőség az, hogy többet lássatok a YouTube-on, újra megvan a lehetőség az, hogy újra interaktáljunk, újra beszélgessünk, találkozzunk, mert igazából hiányoztok is. Nem gondoltam volna, hogy a konos hajevés után én azt fogom mondani 3 évvel később, hogy hiányzik az, hogy ugye beszélgessek veletek, meg minden. Szóval, meg biztos érzitek, hogy nem vagyok olyan felszabadult, mint voltam. Ez lehet, hogy egy tudatalatti szorongás azért, mert ugye már idegen országban vagyok, vagy ilyesmi. De én úgy érzem, hogy ja igen, 1 hónapig leszek otthon Magyarországon, és utazgatni fogok, tehát meglátogatok nagyon sok barátomat, nagyon sok ismerősömet. Igazából úgy terveztük Castiel-el, hogy veszünk ilyen bérletet, és akkor konkrétan bejárjuk Magyarországot ebben az 1 hónapban, illetve kocsival fogunk majd elmenni Angliába, próbálunk majd ilyen országokat érinteni, tehát most megoldhatnánk a repülővel, megyünk 1 óra múlva, ott vagyunk Londonba, egyébként nem Londonba fogunk lakni, vagy ilyesmi. Macska jön, mielőtt megkérdezitek. Neki is el kell intézni a csomó mindent. Nagy szervezésben vagyunk,
Például az itteni cuccunkat haza fogjuk vinni ilyen hajóval, és akkor 3 hét mire megérkezik, lényegében ezért leszünk 1 hónapot otthon. Aztán felpakoljuk ezeket ilyen nagyobb kocsira, bélünk ilyen nagyobb autót, és akkor azzal megyünk végig fél Európán, és akkor úgy leszünk majd Angliában. Pok szempontjából nagyon ígéretesnek tűnik, mert a legtöbb ilyen entitás az Angliában van. Remélem könnyebben el tudjuk majd intézni az ottani dolgokat, illetve könnyebben kialakulhatnak magyar csapatok is Pokon belül. Már nagyon szeretném vinni, írtózatosan szeretném már vinni a Pokot, mert csak áll egy helybe, és borzasztó rossz érzés nekem. De folyamatosan írkálnak emberek, hogy szeretnének így csatlakozni, meg úgy csatlakozni. Úgyhogy én ebben is látok lehetőséget. Illetve van egy nagy tervem, amit szeretnék majd megvalósítani, ez pedig ilyen, hát most elmondhatom végül is, ilyen escape roomot szeretnék létrehozni, tehát egy ilyen céget szeretnék alapítani Anglián belül, ahol hát tudjátok, ilyen különböző feladványokat kell megoldani, meg ilyesmi, mert voltunk Mimózával egy ilyenbe, és nagyon megtetszett, és elkezdtem elemezgetni, hogy mi kellhet hozzá, meg ilyesmi. Úgyhogy 1-2 éven belül igazából egy teljesen egészséges, pénzfélre rakási dologgal már el lehetne kezdeni, akár 1-2 szoba. Kicsit a YouTube-bal is próbálom majd kombinálni, vagy szeretném kombinálni, akár külön szoba, ami ilyen stúdió, akár lehet ilyen fényképeket készíteni, ilyen zöld háttérre, vagy akármi, lehet, hogy ott lenne majd a stúdió, nem tudom. Szóval ez a terv, ez a nagy tervem úgymond, hogy ezt majd elérjem, miután kiértem Angliába, utána 1-2 évvel. Mert igazából tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen kis cégecském, az úgy futna, meg kavarog, és akkor teljesen tudok a videózásra koncentrálni. Mert az, hogy ahogy újra beindítsam, és újra olyan legyen, mint régen, és igazából tudjátok, például az, hogy 5 éve videózok, de 3 éve lakok itt, de mégis úgy tűnik, mint hogy amikor kezdtem a videózást, és 2 évig otthon voltam Magyarországon, a sokkal hosszabb időintervallumnak tűnik, mint az, hogy többet voltam itt Amerikában a videózásom során, és ugye kevesebb videó volt, meg stb. Szóval tök fura, hogy az otthoni idő az kevesebb, mint az itt töltött idő, és mégis többnek tűnik. Ja. Úgyhogy augusztusban nem tudom, lesz-e valamilyen rendezvény, ezt írjátok már meg nekem, légy szíves, kommentbe, hogy lesz-e Play It, vagy valamilyen ilyen rendezvény, amin részt tudok venni, mert szívesen elmennék. Tehát tényleg ez az 1 hónap, ez úgymond ilyen nyaralás lesz, ahol utazgatok, meg járok, kelek. Úgyhogy én már nagyon várom, én nagyon izgulok már, én nagyon szeretném. Castell is biztos. Ő is úgy döntött, hogy jön belünk. Mármint így hárman fogunk elmenni Angliába konkrétan. És akkor ott kezdünk majd egy újat. Ugye a számítógépemet, ilyesmit, ezeket mind most fogjuk összepakolni. És majd úgy visszük ki. Úgyhogy egy csomó dugót kell majd venni, ami ilyen, tudjátok, ugye, mert ami Amerikában van, meg Angliában van dugó, az nem ugyanaz. Úgyhogy például az ilyesmi, hogy villanyborotva, az nem bírja, tehát annak hiába vesz ilyen dugót, vagy ilyesmi, de az ilyen komolyabb elektronikai cuccok, azok bírják az ilyen átváltásokat, meg ugye számítógépen van is, tudjátok, ilyen... A tápon van egy kapcsoló, hogy 120 volt, vagy 230. És akkor csak átkapcsolod és kész. De a tévé, meg az ilyen nagyobb elektronikai eszközök, például a konzolok, azok bírni fogják az átváltást. Tehát még ilyen szinten is kell gondolkodni, hogy na vajon a dugók elég jó lesznek majd, vagy mi az, amit majd le kell cserélni, meg mi az, amit nem. A macskát el kell intézni, be kell oltani, kell neki ilyen cucc.
igazából annyira félős lesz, hogy neki ez nem tudom, ez egy nagyon nagy stressz lesz az egész, ugye nem tudom hány órát fogunk utazni, ugye repülővel megyünk haza, de hogy hány órát fogunk utazni, 13-at biztos, azt ott lesz szegény macska, kicsit sajnálom, de majd próbálunk neki orvosát, mert ugye el kell vinni orvoshoz a repülő jegy megvétele előtt egy héttel, vagy az utazás előtt egy héttel, ugye megkapja a megfelelő beoltásokat is, lehet kérni neki ilyen külön nyugtatót, hogy jobban bírja az utazást. Úgyhogy nagyon remélem, hogy minden jól fog alakulni, úgyhogy lényegében ezért is nem volt videó, mert nem volt időm, illetve amikor volt is időm, muszáj volt pihennem, mert nagyon nagy volt a pörgés, úgyhogy most már csak ilyen 2-3 hét lényegében is akkor, és akkor majd csinálom a videókat, ahol repülök, meg mit tudom én, meg vlogot, meg ugyanúgy, ahogy kijöttem, ugyanaz lesz, csak visszafelé, úgyhogy én már örülök ennek. De például így is nézzétek, hogy például amikor New Yorkban voltam, akkor nem voltam úgy oda, érte? Nem volt ez a Úristen, én New Yorkban vagyok, hanem oké, magas épületek, meg minden, meg egy csomó film itt készült. Mondjuk Máté ebből a szempontból kicsit elfogultabb, tehát ő biztos, hogy jobban csodálná New Yorkot, de nekem így nem nagy szám, vagyis nem is az, hogy nem nagy szám, hanem én nem tartom akkora nagy dolognak. Ugye mondhatják, hogy biztos azért, mert ugye itt vagyok, azt már megszoktam, meg azért más, hogy itt vagyok, persze. Csak, de amikor legelőször elmentem úgy, hogy mikor is voltam. Ugye New Yorkba szálltam le, aztán onnan mentem tovább, és aztán valamikor, azt hiszem még decemberben, vagy januárban. Januárban mentünk vissza New Yorkba látogatni, majd meglátogatni New Yorkot, ahol több napot is eltöltöttünk. Megnéztük akkor a Times Square-t, ugye arról készült videó. De például engem nem vonzott az, hogy a napot azzal töltsük, hogy megnézek épületeket. Tehát oké. Philadelphiában is voltam, ott is megnéztünk épületeket, oké. De most mit nézek azon, hogy sok az épület, meg nagyobb? Szóval engem nem vagyok akkora amerikamániás egyébként, mint azt hinnétek. De sokat pofáztam, meg úgy érzem, túlléptem a lelkesedésnek egy bizonyos határán. Úgyhogy írjátok meg, hogyha van valamilyen esemény, vagy lesz valamilyen esemény augusztusban. És akkor ott leszek. Tehát ennyi. A Let's Play-t vagy ilyesmi, azt hiszem Con már nem lesz, mert Con az most volt szombaton, tehát most hétfő van, tehát tegnap előtt volt Con. Az biztos, hogy arról lemaradok, de lehet, hogy még lesz valami Play-t valamikor. Most ha decemberben lesz, akkor lehet, hogy decemberben. Akkor tök mindegy, akkor visszajövök. Az kész. Úgyhogy ezért nem volt videó, meg ezért nem is lesz most az ilyen egy-két hétben, csak ilyen utazós videók lesznek, meg az, hogy most hogy állunk, meg mi állunk, most otthon vagyunk, most nem vagyunk otthon, meg ilyenek. Úgyhogy ja, sziasztok! Nem sokára fogunk találkozni.